Sziasztok! Ez most egy beszélgetős videó lesz, mivel kértétek Instagramon és talán YouTube-on is, hogy csináljunk egy ilyen videót. Linával nem tudtunk most közösen találkozni, de gondoltam, hogy én ezt elkészítem nektek. Tulajdonképpen ilyen sulis, tanulási tippes videót szerettetek volna látni, úgyhogy ilyesmikről fogok nektek beszélni. Teljesen saját tapasztalatokat, tippeket és véleményeket mondok, amik remélem, hogy segíteni fognak nektek, vagy csak úgy jól esik meghallgatni őket igazából. Én örömmel beszélek róluk, hogyha ezzel bárkinek tudok segíteni. Úgyhogy össze is szedtem több kategóriát, amik szerintem fontosak lehetnek, hogy beszéljek róluk. Ezek a tanulás, időbeosztás, pénzbeosztás és ilyen szociális élet, úgymond. Akkor kezdjük is. Az első kategória a tanulás. Nos, a tanulás az mindenkinek teljesen más, hogy milyen. Van, akinek könnyebben megy, van, akinek nehezebben megy. Ez személyiségtől függ, hogy kinek milyen technikák jók. Vannak, akik vizuális típusok, például én is az vagyok. Vannak, akik hallás után jegyeznek meg jobban dolgokat. És szerintem ezek mind olyanok, amiket érdemes kitapasztalni, kipróbálni, hogy nektek melyik megy jobban. Interneten is találhatóak ilyen tanulási módszerekről talán, nem is tudom pontosan, mert mi kaptunk még az osztályfőnökünktől egy ilyet, ami mindenféle olyan volt, hogy próbáljuk ki, hogy nekünk milyenféle tanulás megy a legjobban. Most ezek nekem nem jutnak sajnos ez eszembe, csak a vizuális, mert tudom, hogy én az vagyok. De ezen kívül még beszélnék arról, hogy nekem hogy megy jobban a tanulás. Nos, az első dolog az az, hogy rájöttem, hogy én reggel sokkal könnyebben tanulok, és erre abból jöttem rá, hogy ezt is olvastam valahol, hogy vannak emberek, akik este tanulnak jobban, és vannak emberek, akik reggelente. Soha nem tanultam reggelente, mert miért tanulnék reggelente? De viszont rájöttem, hogy mikor hazérek a suliból fáradtan és kimerülten, akkor már elég kevés időm maradt a rendes tanulásra. Viszont reggel, amikor friss az agyam, és még üde vagyok, amúgy nem, mert nem alszom soha ki magam, de akkor valahogy könnyebben tudok tanulni, jobban belemennek a dolgok a fejembe, és gyorsabban is, mivel nem lakom túl közel a sulimhoz, ezért az utazási idő alatt tudok tanulni, ami szerintem tök hasznos, és aztán rá is jöttem, hogy ez azért van, mert vannak emberek, akik reggel könnyebben tanulnak. Vannak, akik este tanulnak könnyebben. Szerintem ezt is nagyon érdemes kipróbálni, hogyha mondjuk még reggel nem tanultatok, akkor lehet, hogy kiderül, hogy reggel tök jól tudtak tanulni. Hogyha viszont ti közel laktok a sulitokhoz, de rájöttök, hogy reggel könnyebben tanultok, akkor emiatt szerintem mindenképp érdemes egy kicsit, tudom, hogy nehéz, de egy kicsit korábban felkelni, hogy akkor tanuljátok meg azokat a dolgokat. Van, hogy este már nem is jut rá idő, és akkor inkább alszatok. Legalábbis nekem sokszor van ez. És akkor aztán reggelre hárul nagyon sok dolog tanulása. De hát, ez van. A másik tippem, mert ugye a második tippem a tanuláshoz, az a tanulás beosztása. Hogyha mondjuk témazáróra tanultok, vagy egy hosszabb anyag van, akkor szerintem nem érdemes azt egybe úgy, ahogy van megtanulni, hanem felosztani, hogy mondjuk fél óra tanulás, akkor aztán 5-10 perc szünet, aztán megint fél óra tanulás, megint 5-10 perc szünet. És viszont a tanulás az csak tanulás, tehát akkor az nem lehet, hogy közben telefonozok, vagy közben laptopozok, vagy közben eszek valamit, vagy tehát egy párhuzamosan csinálok több dolgot, ezt nem, hanem akkor mindent félrerakok, és csak tanulok. Ez sokkal gyorsabb, mint a másik módszer, hogy egyben tanulok mindent, és közben telefonozok, és közben essek, közben azt csinálok. Kb. Kétszer annyi idő végeredményben az a tanulás, mert sajnos egy témazáróra nem lehet a buszút alatt tanulni, úgyhogy azra kénytelen vagyok este fele, vagy délután, vagy hétvégén. Az is nagy segítség egyébként, bár ez inkább az ilyen elméleti dolgok megtanulásában, hogyha felmondjátok. Tudom, hogy ez nagyon alap tanulási módszernek hangzik, de én nem arra a felmondásra gondolok, hogy bemagoljátok, és amit bemagoltatok, azt felmondjátok. Hanem én ezt úgy szoktam, törénél kezdtem el, de aztán rájöttem, hogy fizika, vagy kémia, vagy matek fogalmaknál is teljesen jó. Ugyanis mindegyiknek van egy értelme, és úgy mondom fel, mintha el akarnám magyarázni valakinek. De inkább úgy magamnak magyarázom, vagy a falnak. De sokkal jobban megjegyzem úgy, hogyha értem is, hogy miről beszélek.
És igen, ez is hosszabb idő, és nehezebb így megtanulni, viszont tényleg megmarad. A második témakör az időbeosztás, ez egy nagyon nehéz dolog. Úgy értem, hogy az időbeosztás az nem az erősségem, és szerintem a legtöbb embernek nem az erőssége. Nos, ezt ott kezdeném, hogy mindenről listákat írok. Egyszerűen nem tudnék élni listák nélkül, mert mindenki megy a fejemből, és mindent elfelejtek, és ezért mindent le kell írnom listákba, az időbeosztásomat, meg a pénzbeosztásomat is. Arról is lesz szó most az időbeosztásról. Az időbeosztást azt úgy vezetem, hogy a telefonomban írok listákat, időrendben és fontossági rendben, tehát akkor ott van, hogy hétfőn mit kell csinálnom, fontossági sorrendben, kedden mit kell csinálnom, fontossági sorrendben, jövő héten mit kell csinálnom, fontossági sorrendben, tehát akármi, amit előre láthatólag meg kell csinálnom, azt leírom oda. És ez nagyon nagy segítség, mert akkor mindig látom, hogy mit kell majd csinálnom, kipipálom, és ennyi is. Amúgy nem kell állandóan emlékeztetnem magam mindenfélére. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon hasznos dolog, hogyha még nem csináltatok, akkor én nagyon tudom ajánlani a listavezetést. A fontossági sorrend az nagyon fontos, tehát, hogy ami nekem sosem megy, mert mindig a lista alján szereplő dolgokat csinál meg először, ami a móka és kacagás, de nem baj. A harmadik kategória az a pénzbeosztás. Nos, a pénzzel az a helyzet, hogy ugye még gyerekek vagyunk, nem keresünk pénzt, nem azt költjük el, amiért mi dolgoztunk meg, hanem amiért a szüleink dolgoztak meg. És egy idő után, legalábbis nekem, nagyon nehéz mindig úgy oda mennem a szüleimhez, hogy tudnátok-e adni még egy kis pénzt erre, vagy egy kis pénzt arra, mert egyszerűen csak úgy nem szeretek pénzt kérni, de hát muszáj, mert végül is. Ugye nem tudok dolgozni még. Tavaly lett bevezetve nálunk az a rendszer, hogy kapok egy havi adagpénzt, egy X összeget, és azt kell beosztanom magamnak, tehát azon kívül nem kérhetek semmire pénzt. Úgy értem, hogy nyilván kajára kapok pénzt, meg bérletre, meg ilyenekre, de hogyha mondjuk már elköltöttem az összes pénzemet, és megtetszik egy cipő, akkor azt már sajnos nem vehetem meg, mert ez van a megállapodásban, és ezt nagyon tudom ajánlani nektek is. Nagyon nehéz egyébként beosztani jól a pénzt, úgyhogy havi részletekben kapom ugye, tehát akkor havonta ezt az összeget, akkor előre kell írnom egy listát, hogy mit kell majd vennem ebben a hónapban. Kell vennem ugye dolgokat, amik majd el fognak fogyni, hogyha valami ruhára lesz szükségem, hogyha valami program lesz, ha szülinapja lesz valakinek, vagy akármi, mind le kell írni a listára, és beosztani, hogy mire mennyi pénzt szánok. És néha órákat tudok ezzel tölteni, hogy mire mennyi pénzt szánok. Eléggé anyagies ember lettem, úgy érzem. Nem, úgy nem. Van, aki korlátlan mennyiségű pénzt kap a szüleitől, annak remek, én sajnos nem. Úgyhogy ebben is nagyon tudom ajánlani a listavezetést, fontossági sorrendben, és ez azért is hasznos, mert a felnőtt élet is tulajdonképpen ez, akkor is vannak havi adag pénzek, és valahogy be kell osztani. Úgyhogy ezt is csak ajánlani tudom. A másik, hogyha nem kaptok elég zseppénzt, akkor az a pénzkeresés nem is munkával, mert ugye munkával elég nehéz lenne 18 éves kor alatt, meg suli mellett. Viszont, hogyha vannak olyan ruháitok, amiket el tudtok adni, mert még jó állapotban vannak, csak nem szeretitek őket, akkor azokat el lehet adni. Ugye Facebookon is rengeteg ilyen csoport van, vagy egy csomó weboldal is, vagy akár barátok között is lehet, legalábbis mit csináltunk már. Úgyhogy szerintem ez nagyon hasznos tud lenni, és bejön annyi pénz, hogy új ruhákat tudtok magatoknak venni. Az utolsó dolog, amiről beszélek, ugye, az a szociális élet. Erről nem szeretnék túl hosszan, mert tulajdonképpen ugye, ahogy egyre növünk fel, egyre nagyobb szociális életünk lesz, úgymond. Mindenféle társaságokkal eljárunk, mindenhova önállósodunk, és igazából mindenki csak próbál beilleszkedni valahova. És ez nagyon nehéz dolog tud lenni, hogyha az ember nem népszerű, úgymond. És ezen én is átestem, hogy megpróbálok valaki más lenni, vagy népszerűbb lenni. De ezt nem annyira tudom ajánlani. Úgy értem, hogy hiába próbálkozik akármennyire az ember, hogy valaki más legyen, egy idő után úgyis előjön az, aki valójában. És ez nem túl jó dolog. Ehelyett inkább én csak azt tudom ajánlani, hogy fogadjátok el, és szeressétek meg magatokat úgy, ahogy vagytok.
a személyiségeteket ne akarjátok megváltoztatni. Fejleszteni lehet, az egy jó dolog, tehát például nyitottabbá válni, magabiztosabbá válni, ezek olyan dolgok, amiken én is szeretek dolgozni, úgymond. Úgy fedeztem fel, hogy ezek nagyban megkönnyítik az életet, a nyitottság az főleg, és a magabiztosság pedig csak azért, hogy így ne érdekeljen a többi ember véleménye. Engem nagyon sokáig érdekelt a többi ember véleménye, még mindig néha előjön, hogy hú, nagyon foglalkozom velük, de már annyira nem szerencsére, és ez nagyon segít. Úgyhogy nektek is ajánlom, és azt is ajánlom, hogy inkább csak meg kell találni a megfelelő társaságot, ami hozzátok illik, mert olyan helyre beilleszkedni, ahol nem önmagatok vagytok, nem is érdemes. Nagyon remélem, hogy ez tud segíteni nektek, mert nem vagyok egy pszichológus, és nem vagyok egyébként, sajnos személyesen nem ismerem egyikőtöket sem, de szeretnék segíteni az ilyen dolgokban, úgyhogy akármi kérdésetek van, azt nyugodtan tegyétek fel, vagy írjatok nekünk, vagy hogyha van ezzel kapcsolatban valami olyan téma, amiről szeretnétek, hogy még legyen beszélgetős videó, akkor írjátok meg. Ennyi lett volna ez a beszélgetős videó, nagyon remélem, hogy tetszett nektek, és segített esetleg egy-két dologban. Én sem vagyok profi tanácsadó, szóval ezek tényleg csak vélemények, tippek és saját tapasztalatok voltak, de remélem, hogy tetszett nektek, és hasznát veszitek. Ja, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!